hát egyet beszéltünk meg, hogy igazából bármi az eredmény, bármi történik, ugyanúgy, mint kint, csak a dolgunkat csináljuk. Azzal, hogy kint sikerült nyerni, megalapoztunk egy jó eredményt. Kicsit féltem, hogy alakul majd itthon. Tudtam, hogy ilyen hangulat lesz, és ennyi ember, és ilyen szurkolótábor. Nagyon bíztam, hogy ők belehajszanak minket egy győzelembe, és ez így is történt. Ki kell hangsúlyoznom, hogy ma is csapatként küzdöttünk. Volt jó néhány kiváló teljesítmény, és azt hiszem, hogy nekünk ezt kell így tovább folytatni, csapatként küzdeni tovább, és akkor megvan minden esélyünk, hogy akár a következő ellenfélelem és jó eredményt érjünk el. Két győzelemmel mentünk tovább, ez nagyon nagy dolog, én úgy gondolom a klub történetében, az én történetemben is, mindenkinek ez egy óriási győzelem volt. Én gratulálni tudok csak az egész csapatnak. Úgy tűnt, hogy lelkileg nagyon erősek vagytok, mind az első, mind a második mérkőzésen, amikor hullámvölgyben voltatok, akkor is próbáltátok, és helyek között tudtátok is uralni a játékot és a mérkőzést is. Hát egyet beszéltünk meg, hogy igazából bármi az eredmény, bármi történik, ugyanúgy, mint kint, csak a dolgunkat csináljuk, és annak meg lesz az eredmény. Ez ma is bebizonyosult, hogy ez így történt, úgyhogy nagyon-nagyon boldog vagyok. Nagyon sokat készültünk, hogy mi lesz akkor, amikor nehéz szituációban is mit kellene játszani. Helyek közel sikerült, és a további utás, hogy megvan, győztünk még egyszer. Azt gondolom, hogy ilyen közönség előtt elég nehéz lett volna veszíteni, vagy akár feladni. Nem várjuk a kedvet, reméljük, hogy kedvező lesz a sorsolás nekünk. Igazából úgy gondolom, hogy senkitől nem kell félnünk, ezt bebizonyosítottuk ma is, és a múlt héten is. Jöhet bárki, mert most már nem lehet úgymond gyenge csapatot kapni. Most is egy nagyon erős ellenfele győztünk le. Most már bárki jöhet, akár még a Veszprém is ugye szóba jöhet, ha már annak én nem örülnék, mert nem szeretnék aztán 6 mérkőzést játszani most a tavasszal, az nem lenne jó aztán a kézilabdának se. Jó lenne nekünk egy szép nagy ellenfelet idehozni Szegedre, és az ellen megküzdeni. Megfordult a fejetekbe a Final Four? Én azt hiszem, eddig arra koncentráltam, hogy jussunk tovább. Óriási teher volt a csapaton ezen a héten, ez most lekerült. Most nagyon sokat nem tudunk pihenni, hiszen kedden bajnokit játszunk. Várjuk a sorsolást, és akkor meglátjuk. Mindenkinek az a célja persze egyértelmű, ettől még egyelőre nagyon messze vagyunk, most arra kell figyelnünk, hogy csináljuk tovább a hétköznapi munkánkat, kedden egy újabb mérkőzés várnánk Balatonfüreden, ami megint csak nem lesz egyszerű, úgy gondolom, főleg egy ilyen mérkőzés után, és kedden van a sorsás, ugye kedd egy fontos nap.